világosan látszik a járvány statisztikáiból, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály továbbra is a szüleink és nagyszüleink korosztálya. Őket kell elsősorban védenünk, ez a rendelkezés őket védi. 3 héttel ezelőtt, november 23-án jelentette be Orbán Viktor, hogy újra visszatér a vásárlási idősáv, mert emelkedett a koronavírus járvánnyal fertőzöttek száma. Magyarország kormánya így akarta csökkenteni a járvány terjedését. A november végén érvénybe lépett rendelkezés értelmében hétköznaponként 9 és 11 óra között, míg hétvégén 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek vásárolhattak az élelmiszerüzletekben, gyógyszertárakban és drogériákban. Azonban december 12-től a kormány ismét eltörölte a 65 év felettiek védelméért hozott idősávot. Az emberek véleménye megoszlik ezzel kapcsolatban. Vannak, akik kifejezetten örülnek a döntésnek. Hát örülök neki, mert akik dolgoznak, azok jobban járnak vásárolni, a nyugdíjasok meg szerintem így is úgy is mennek. Vannak, akik pedig egyáltalán nem értenek egyet az idősáv eltörlésével. Valahogy biztonságban voltunk. Nem volt ez a tömeg, ez a tumultus, szerintem kellett volna ez az idősáv. Akadnak olyanok is, akik egyszerűen csak elfogadják a kormány által meghozott döntéseket. Különben úgy elfogadható. Azt kell csinálni, amit mondanak. A kormány a kereskedelmi szervezetek és az idősügyi tanács javaslatára függesztette fel az idősek vásárlási idősávját. A döntést azzal indokolták, hogy így szeretnék csökkenteni a karácsonyi bevásárlások idején jellemző zsúfoltságot. Az Országos Kereskedelmi Szövetség tájékoztatása szerint az üzletek amúgy is limitálni akarják a boltba lépők számát, nehogy gyorsuljon a járvány. Ilyen intézkedés lehet a bevásárlókosarak és a bevásárlókocsik csökkentése is.